titánbázis ufókpótlások. A titán fogászati fogtechnikai alkalmazását az implantátumos fogpótlások elterjedése és a szövetközömbös fémek használata tette szükségessé. Elsősorban a beültetett implantátumok és az arra kerülő hitfelépítmények esetében használják, amely lehet egy rögzített vagy egy kivehető fogpótlás főszerkezeti eleme. Laborunkban az egy száj, egy fém szakmai elméletet követjük, amelynek segítségével igyekszünk kiküszöbölni a szájban esetlegesen kialakuló elektrokémiai folyamatok negatív hatásait, melyre a titán mintvász szerkezeti fém tökéletes. A titán technológia alkalmazása az implantációs protetika kompromisszumok nélküli elkészítését jelenti. Cégünk teljes egészében komplex kivitelezéssel foglalkozik, összekapcsolva akár több technológiai eljárást is. A titán fém felhasználásával készült fogpótlások lehetnek rögzített és kivehető fogpótlások. Rögzített fogpótlások esetén titánból készülhetnek gyökércsapok, csapos sapkás műcsonkok, inlay-betétek, koronák, hidak és szuprakonstrukciós elemek. Ezeknek az előállítása során a titán technológiát ötvözhetjük több, más technológiai elemmel, amellyel együtt születik meg a végleges fogpótlás. Kivehető fogpótlások esetén a szerkezeti merevítést és a mikroretenciós elemeket tartalmazó rögzített tagokat értjük. Ilyen például a protézis alaplemezébe beépített merevítő fémszerkezet, vagy a csúsztató elemek befogadására szolgáló szekunder konstrukciók, de a mikroretenciós csúsztató elemeket tartalmazó koronák, implantációs felépítmények, mint primer konstrukciók is. A titán technológia alkalmazásához egy fogtechnikai laborban speciális gépparkra, valamint a technikusok rendkívüli felkészültségére, szakmai tudására van szükség. Ezek az implantátumok titánból készülnek. Felhasználásának igénye a páciensnél kezdődik, ahol allergológus szakorvosi vélemények és a fogorvos szakmai tapasztalatai alapján döntenek általában a titán használata mellett, mely kérést közvetítik a laborunk felé. A megrendelő lapon kiválasztásra kerül az orvos és a páciens által igényelt titán alapanyag, a fogpótlás típusa, melynek elkészítése csupán a fázisaiban egyezik meg a hagyományos fémtartalmú fogpótláséval. A lenyomatvételt követően a minta elkészítése az artikuláció hagyományos módon történik, amely során gyári vagy akár a laborunk által egyedileg készített implantációs előgyártmányokat használjuk, így hozva létre kapcsolatot a beültetett implantátum és a későbbiekben ráépített fogpótlás között. A további feldolgozások, a pozitív viasz mintakészítése méret stabil termoplasztikus vázra építve organikus viaszból készül, ami a szerkezet öntészethez szükséges stabilitását és tökéletes gázmentes kiégését jelenti az öntőforma készítése során. A viasz mintázat és annak az öntészeti csapozása külön tudást igényel, mert figyelembe kell venni a folyékony titánfém öntés közbeni áramlását, amely teljesen más, mint egyéb fémek esetén, például kobaltkróm vagy nemes fémek öntésénél. Ebből adódóan a titán egyedülálló csapozást igényel. Az öntőformába történt beágyazás is egy speciális anyag szükségletét igényli, amely csak és kizárólag a titánfém öntésére alkalmas, annak termodinamikus tulajdonsága és nyitott pórus szerkezete miatt. A beágyazott mintázat kemencében történő kitüzelése után bekerül a vákumnyomásos öntőgépbe, amelyben argonvédőgáz mellett plazmasugaras olvasztással felhevítjük a fémet és negatív formába öntjük. Ezt követi a beágyazás lehűtése, majd a kibontása, mely során kézbe vehetjük a viaszmintázat fémből megvalósult geometriáját. Ezután az öntés tisztítás, majd a mintára passzítás következik. Az öntőcsapok eltávolítása során, amennyiben a csatornákon belül porozítást észlelünk, röntgen segítségével a vászszerkezet homogenitását meg tudjuk vizsgálni. Összetettebb geometriák részletesebb vizsgálatára a Széchenyi Egyetemmel vagyunk kapcsolatban, ahol egy jól felszerelt, anyagvizsgáló labor áll rendelkezésünkre. Itt a számunkra nagyon fontos, csapozási technika fejlesztéséhez elengedhetetlen CT-röntgen felvételek készítésére és elemzésére van lehetőségünk. Ha a vászszerkezet a vizsgálat során javításra szorul, azt lézeres felrakó hegesztéssel, felületi átolvasztással korrigáljuk. A titán mint fém speciális felületkidolgozást igényel, melyet kifejezetten erre a célra készített szerszámokkal, az azokhoz tartozó fordulatszámokkal, valamint nyomatékokkal tudjuk tökéletesen kivitelezni.
A kerámia réteg tartóságát veszélyeztetik a fémszerkezeten lévő felületi szennyeződések, a mikrofeszültségek, az átlapolódás kialakulása, így ezeket a kidolgozás során el kell kerülni, mert befolyással vannak a termék élettartamára és a kerámia leplező anyag felhordására. A titán primer koronák és a szuprakonstrukciós frézelt elemek, stégek esetén az előkészített frézelt felületre nagy pontosságú illeszkedést biztosító szekundár konstrukciót aranygalvanó plasztikai eljárással hozunk létre, amely a kombinált munkák esetén rögzítő elemként funkcionál a szájban lévő primer és a kivehető szekundár rész között. Ezen elemek megvalósíthatóak előregyártott, rágóterhelés és geometriai szituációra kiválasztott műanyag patentelemek használatával is. Kombinált fogpótlások esetén, amely a technológiák között a legösszetettebb kivitelezést igényli, a következő munkafolyamat a kivehető elem titánváz szerkezetének elkészítése precíziós szilikon dublír segítségével. A mester mintából munkamodellt hozunk létre, ezen történik a vázszerkezet pozitív modellezése, ezt követi a csapozás, a beágyazás, valamint az öntés és a fém kidolgozása, passzítása. Az így elkészített komplex vázszerkezet elemei a protetikai munkafolyamatba kerülnek, ahol kétféle technológiával építjük fel rá a műfogakat és az azokat hordozó alaplemezt, műiny szerkezetet. Hagyományos esetben öntőakrilt használunk a viasz mintázat geometriájának megalkotására, de titán vázszerkezet esetén elsősorban a monomermentes fotopolimer akrilt alkalmazzuk a kiemelten antiallergén hatása miatt. Itt a mintázás, illetve az alaplemez képzése azonos anyagból készül, nem használunk hozzá segédanyagot. Szájban történő visszaellenőrzések során már a végleges alapanyagot alkalmazzuk, ahol az alaplemez már kész geometriával rendelkezik, de csupán a készrevitel során helyezzük be a fénypolimerizáló készülékbe. A végpolimerizáció a készülékben plusz hőmérséklet és a megfelelő hullámhosszúságú fény hatására történik. A protetikai készrevitelt a monomermentes anyaghoz kialakított összetett élgeometriás kidolgozó eszközökkel végezzük. A titán fogpótlás használata kiemelt komfortérzetet nyújt, mivel antiallergén, tömege kicsi, nagy a fizikai keménysége és a szilárdsága, csekély a nyállal való diffúziója. A titán megzabolázott őserejét az orvostudomány és ezzel együtt a pácienseink hasznára tudjuk fordítani.